Magyarországon annak a névnek, hogy indián, annak van egy különleges jelentése. Ez a különleges jelentés az abból fakad, hogy a 60-as, 70-es években, amikor az akkori fiatalok, a 20 évesek az élen Cseh Tamással elkezdtek gondolkodni az élet nagy dolgairól. Bakonyban. Így van. Ugye először is üdvözlök mindenkit, ezt elfelejtettem mondani. Tehát ők elkezdtek gondolkodni az élet nagy dolgairól, és mivel akkor is eléggé kilátástalan volt a hétköznapi élet, ezért ugye a 60-as években Tamás úgy döntött, hogy elvonult a Bakonyba, és megalapította az indián törzset, ami gyakorlatilag a másként gondolkodás, a rendszerrel való egyetlenértés szimbóluma lett. Igen. Nálad az indián név fakad-e ilyen gyökérből? Ugyanúgy úgy volt nálam is, 20 évvel, vagy nem 20 évvel ezelőtt, hanem a 80-as években. Amúgy ott van Cseh Tamás, a Tóca. Ugyanezt csináltam. Csíksomjon is alapítottam egy indián csapatot, és udvarán is. Itt a vakációban, ott a való világban. Az indiánról, meg a székelyről is az embernek a szabadság jut az eszébe. Igen. A szabadság lételem. És a természettel levő párhuzam. Így van. Hogy éli meg egy indián, egy székely a szabadság eszmeiségét, és főképp a hétköznapi valóságát a 2019 óta tartó pandémiás, korlátozós körülmények között. Úgyhogy szinte mellékvágányon kell közlekedni, elnézést, mint a kertek alatt sétálnánk. Úgyhogy nem lehet azt nyíltan vállalni, hogy most mi indiánozunk, vagy nyíltan szembeszállunk a rendszerrel, hanem valamit ki kell találni, amelyik párhuzamosan megy.